Az elesett magyar hősök ünnepét először kereken 100 éve, 1917-ben, még az első világháború idején iktatták törvénybe. Ezek a mondatok máig hatóan üzennek és tükrözik egy megalázott, de büszke ország polgárainak gondolatait. A törvényben ez olvasható. A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914-18 évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket áldozták fel. Az államtitkár felidézte, hogy később már a II. Világégés katonai és civil áldozatai előtt is tisztelegtek ezen a napon, de a diktatúra 40 évig tiltotta az emlékezést. Akkor csak otthon, titokban gyújthattak gyertyát a családok elesett szeretteikért. Elesett katonák teste lesz a vámposom. Vitéz lovag Erdős László nyugállományú honvéd ezredes arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlékezők nem gyászolni, hanem tisztelegni jöttek. Nem vészharangot kongatok, de a belső árulások, mely újra és újra feltörnek ebben az országban, ellenünk törnek európai parlamentekben, arra késztetnek bennünket, ébresztő magyarok, nyissátok ki szemeiteket és füleiteket. Határokon itt van az özön. Milyen jövőt szánjunk gyermekeinknek? Hőseink nem ezért áldozták életüket. A megemlékezés mindkét szónoka arra hívta fel a figyelmet, hőseink példájából erőt merítve, ma is meg kell védenünk az ország és a nemzet érdekeit, a magyarok jövőjét.